Hello, hello, sziasztok, Barni vagyok, és ez egy Redstone tutoriál. Ez a ház, ez egy Redstone mapnak a része, de a lényeg az ugye itt az ajtó. Elsőre egy sima 1x2-es piszton ajtónak látszik, működik, ahogyan kell. Nos, a különbség viszont az, hogy ezt az ajtót ki lehet kapcsolni, tehát hogyha meghúzom a kart, hogy ki, akkor ugyebár nem lehet kijutni. És hogyha kintről próbálnak mondjuk a szörnyekbe jönni, akkor se lehet kijutni. Nos, nézzük is meg, hogy hogyan működik. Ugye az ajtóról tudni kell, hogy ugye amikor rálépik a pressure plate-re, akkor a piston ugye visszahúzódik. Ezt szerintem nagyon-nagyon sokan tudjátok, majd meg is mutatom később. Viszont ami lényeges, és ez különbözteti meg a, hát, hogy is mondjam, a sima, egyszerű ajtóktól. Hogyha itt elmegyünk, akkor ez a kikapcsolt állapotban lévő ajtó, ez annyit csinál, hogy ezt a pisztont visszahúzza. Mert hogyha itt ez jelet kap, akkor ugye benne nem, hát nem tudja továbbítani. Viszont hogyha itt van egy blokk, és ezt most meg is mutatom, például egy fölblokk, akkor az a fölblokk az továbbítja a jelet a többinek, de csak akkor, hogyha egy ilyen repeatert mögé rakunk. Ugyebár. Ezen az elven működik az én letiltós ajtóm, és hogy belülről se lehessen kijönni, ugyanúgy ide is csináltam egy ilyen letiltót, ugye ez a benti pressure platehez vezet, és hát igazándiból így működik. Gyorsan meg is építem nektek, kicsit távolabb. Most az alapajtót én olyanra csináltam igazándiból, hogy alulra meg fölülre húzza be a, tehát hogy is mondjam, a cuccot, de természetesen ezt meg lehet csinálni például oldalasra, vagy bármilyen másra. Hát nekem ez szimpatikusabbnak látszott. Ugye egyszerűen lerakjuk a pressure plate-et, és talán már itt is érdemes arra figyelni, hogy a jelet azt majd továbbítsa. Hoppá, várjunk. Ez nem így kell. Most helyre raktam. Ezt ide kell berakni, kettő blokk távolságra. Ja, jelet azt szépen elvezetjük, és így, ezt is föntre rakjuk, és ugye, mint már mondtam, repeater kell hozzá. Ugye így nem működik, viszont hogyha majd föltolja, akkor működik, és akkor jó, megépítjük gyorsan a tetejét is. Ez már egy kicsit nehezebb, és ott lehet látni, elég sokat fettem be oldalt, ugyanis hát elég érdekesen lehet fölvezetni ide a Redstone jelet. Mindenki szerintem csinálja úgy, ahogy akarja. Én az egyszerűbb féle megoldást választottam talán. Bár mindenkinek más ugye az egyszerűbb. És amikor levezettük, ugye akkor be is kell vezetni. Hát úgymond a gépházba, ami már nekem egy kicsit fejtörést okozott. Mert hát én nagyon csiga lépcsőszerűen kellett megcsinálni, de végül sikerült. Nos, ezt hozzá lehet ide kapcsolni, bár én inkább úgy csinálnám, hogy így kapcsolni hozzá, és akkor így nem működik, viszont hogyha majd az ott lévő piszton föltolja a jelet, akkor hoppá, ahogy elnézem, ezt egy kicsit elméreteztem. Ugyanis ennek
ide kéne jönnie. Akkor viszont... Jó, hát azért elnézést kérek. Én sem vagyok tökéletes mindenben. És akkor viszont ezt egyel lejjebb. És akkor így. A másik oldalról bevezetés, az szintén egy kicsit nehéz késebbnek tűnik. És hát, hogy elég sokat kísérteztem vele. De a végén nekem az is összejött, és igazándiból nem olyan nagyon nehéz. Ugye így semmi, ha bocsánat, ez a lényeg, amit még kihagytam. Egy viszont... Hoppá. Na, ezért kell úgy összekötni. Igen. Igen, akkor azt az elején mondtam jól, ezért kell úgy összekötni, hogy a másiknál is működjön, ugye a másik oldalról is működjön. Jó, és akkor most jön a letiltó rendszer. Hát ez szerintem egy nagyon egyszerű dolog, tehát ezt szerintem bárki meg tudná építeni. De azért ezt is megmutatom. Ugye alapból működőképes állapotba rakjuk be. Így. És akkor majd később letiltjuk. A kart azt most döntsétek el, hogy hova szeretnétek berakni. Én most nem akarok vele sokat bajlódni, én felszerelem ide ezt a kart, és akkor ez itt jól is fog működni. De lehet mondjuk egy ház másik oldalán, ez ugye attól függ, hogy éppenséggel hova akarjuk megépíteni a rendszert. És ami lényeges, hogy minél mélyebbre le kell vezetni, ugyanis hát az a baj lépett föl, hogy összezavart a más redstone rendszerekkel. Jó, és akkor másikat is bekötjük. Viszont hogyha ilyen jó mélyre elvezetjük, akkor nem lesz semmi baj. Akkor jól fog működni. Igen, és akkor egy gyors, instant, rövidke kis befedést csinálok. És akkor most ugye nem működik. Egyik oldalról se. Meghúzom a kart, akkor meg... működik. Azt lehet, hogy az elején elrontottam, lehet, hogy ezt a pressure plate-et máshol kellett volna rakni. Mondom, ez már részletkérdés. Én kétszer egyes ajtót tudom megcsinálni, de valószínűleg némi kísérletezéssel meg lehet csinálni ugyanúgy. Hát kétszer kettes, ez esetleg még talán háromszor hármashoz is. De az alapelvet már tudjátok, hogy ezzel a megoldással lehet megcsinálni, illetve ami még úgy esetenként szóba jöhet, bár az szerintem egy kicsit nehezebb, mert ugye itt mélyebbre kell fúrni, az meg a tetején van, ugye, hogy így a letiltódik, ugye, mert ha ott az élek találkoznak, akkor nem megy le a resztúján. De szerintem ez, mondom, jobb, mert lejjebb megy a jel, tehát nem fölfelé kell építkezni, hanem inkább lefelé, és tapasztalat azt mutatja, hogy lent több hely van. Akit érdekel egyébként, ez a saját készítésű redstone mapem. Majd erről is fogok videót föltölteni, egy bemutatót. És annak a bemutatónak tehát a bemutatóhoz mellékelem egy linket mellékelek, és ott akit érdekel, az letölteti ezt a mapot majd. De mondom, ez majd egy-két héten belül már valószínűleg fönn lesz. A lényeg az, hogy így kell készíteni letiltós rendszert. Szerintem ez nem különösebben nehéz. Ami nagyobb baj, hogy ebben az esetben, ugye, hogyha a piszton fölfelé húzza, akkor nagyon-nagyon sok mindent kéne elrejteni. De annál a háznál ugye már megcsináltam, és sikerült is.
Most köszönjük, hogy néztetek, és nézzetek máskor is. Sziasztok!